nemesen igazságos ember volt, szóval nagyon hiányzik a világból most már az ilyenfajta emberek, akik nem tudnak hazudni, nem tudnak megalkudni, szóval a szigorúsága néha gátja is volt neki. Önnek ez volt a gúny neve, hogy japán tornatanár. Ebben van egy ilyen tipikusan pesti cikizés, gúny és a tisztelet. Tehát japán is, tehát távoli, meg tornatanár olyan precíz, olyan minden, úgy mindenki van gyakorolva. Na most, ez mind igaz volt, meg nem is volt igaz. Neki fontos volt, hogy egy nagyon sűrű drámai anyaggal, erős karakterekkel dolgozzon. Időnként láttam, hogy az Illés Gyuri bácsival megállnak, komolyan beszélgetnek pár percig, és értették egymást, hogy most miről és hogyan következik a másik jelenet. Ő egy határozott, rámenős férfiú volt, de az agresszivitás valahogy hiányzott belőle. Rettentően tudott a színészekkel bánni, és ezért is minden színész rajongott érte, hogy a Fábré filmjében benne legyen. Európai bölény volt a szó minden értelmében, és vele nem lehetett viccelődni, tréfálkozni, soha nem vitt rá semmi, hogy le tudjam tegezni. Az ember úgy érezte, hogy ha ő nincs benne ebbe a filmbe, akkor nincs is film. Tehát olyan felelősséget rakott az ember nyakába, mosolyogva, be voltam kerítve. A naív csodálkozó tekintet, a mindenre figyelő, mindent elhiszek. Borzasztó szép dolognak gondolom, hogy a filmjei révén, illetve a levelezései és az egyéb hagyatékok, meg a naplói által ő egy aktív szellemi mentorommá tud válni, még úgy is, hogy nincs köztünk. Én hiszek az emberben, és remélek. Szóval a remény az egy rendkívül fontos, éltető eleme az embernek. Az a kétségbejtő, hogyha a remény elvész. Számára egy másik művészeti forma, amit az utolsó filmesként nem aktív életében újra csinálhatott, ez pedig a festészet, amivel fiatalon félig meddig kezdte, vagy hát hogyha díszlettervezést közel állítjuk ehhez, akkor ugye ez egy nagyon szép ív, ha úgy tetszik, hogy a pályafutása végén visszatérhet ehhez, és hát reméljük, vagy merjük remélni, hogy ez nem pusztán csak pótcselekvés volt, hanem ebben örömét lelte. Thank you.
Thank you.